Tehetségből nincs hiány. Ismét megrendezték a komplex kerületi képzőművészeti versenyt az újpesti Károlyi István általános iskola és gimnáziumban. A vizuális kultúra munkaközösség idén is megrendezte nagy hagyománnyal rendelkező komplex kerületi rajzversenyét. A képzőművészeti eseménynek az újpesti Károlyi István általános iskola és gimnázium adott otthont. A kétnapos versenyt Hírman László, az iskola igazgatója nyitotta meg. Mai napon az általános iskola alsó tagozatos diákjait fogadtuk szerte Újpestről, holnap pedig a középiskolások és a felső tagozatosok érkeznek. Valóban évről évre visszatér ez a kerületi szintű rendezvény. A szervezője Tuza Márta kolléganőm, aki a kerületi rajzmunka közösség vezetője. Az idei verseny igazodott a fővárosi verseny kiírásához. Az alsó tagozatosok a maszk tervezés mellett a Ha mi műalkotások lennénk témát kapták, míg az idősebb korosztálynak művészházat, papírrepülőt, könnyen átalakítható ruhadarabot és épületet kellett terveznie. A versenyre nem csak egyénileg és párban, de csoportban is lehetett jelentkezni. Az elég nehéz volt, hogy három gyermek személyisége tükröződjön egy állarcban, úgyhogy próbál arrafelé haradni a képzőművészet is, hogy csoportban tudjanak dolgozni. Elfogadják egymást, és próbáljanak egy kicsit illeszkedni, és hogy a csoport ugye együtt többet hoz létre, mint egy alkotó személyiség, és akkor így fogunk együtt haladni és dolgozni. A legkreatívabb munkák lehetőséget kapnak a fővárosi képzőművészeti versenyen való részvételre, ahol az újpesti gyerekek az elmúlt évek során számos alkalommal értek el szép eredményt.